Lakossági közmeghallgatást tartott Jászberényváros önkormányzata déli rendezvényházban. Körzetbejárás, Sipos Zoltán körzetében járt az önkormányzati delegáció. Időközi önkormányzati választások előtt a Jászság Jász kíséri Szent András is települési vezetőt választ. Utazás Jász őseink motívum világába, Oswald Nándor ötös művész új időszaki kiállítása a Jász Múzeumban. Köszöntök kedves nézőinket, a Jász Trió Televízió Berény hírmondóját látják. Múlt szerdán délután lakossági közmeghallgatást tartott Jászberényváros önkormányzata a Délini rendezvényházban. A csaki létszámú megjelent lakos főleg az ismert és a közegbejárások alkalmával is felmerülő csapadékvíz elvezetéssel, útburkolati és járdahibákkal, lakossági szemeteléssel és a közlekedési morállal kapcsolatos problémákat vetette fel a városvezetésnek. A fórum végén felmerült az elkerülő út harmadik szakaszának kérdése is, melyről ellenzék és kormánypárti vélemény is született több reménykeltő ígéret kíséretében. Ahogy a megye több területén, így a Jászberényi közmeghallgatáson is az egyik első lakossági felvetés volt, hogy működési gondok merültek fel az egyik helyi CBA-ban. Ez a Jókai út környékén élő lakosoknak nem túl jó hír, de az önkormányzat megkeresi a hasonló vállalkozókat, ha új élelmiszerboltot kellene nyitni, mondta a polgármester. Ilyen jellegű vállalkozásokat meg fogjuk keresni, és fölvetjük azt, hogy bárki ebben a területben lát-e üzletileg olyan lehetőséget, amely alapján egy bolt megnyitását el tudja vállalni. Megjelent Jászberényben is az idegenforgalmi adó, mely nem kötelező adó, nem, de több pályázat alapfeltétel ennek bevezetése. Így nem egy valós gazdasági tényező, hanem egy szükséges, de jelképes összeg, mely évente nagyjából 3 millió forintot fog jelenteni a városi kasszának. Illetve ebben a blokkban az is szóba került, hogy a Délini rendezvényház emeletére vezető lépcsőt valahogyan a mozgáskorlátozottak számára is akadálymentesíteni kellene. Ezek a bokáig érő vizek még mindig megvannak. Várható volt a lakossági panasz a Rákóczi út állagára és a csapadékvíz elvezetés hiányosságaira. A városi restancia ebben a kérdésben akkora, hogy csak egy szigorú lista alapján a legkritikusabb helyeket előre helyezve igyekeznek a problémákat megoldani. Több milliárd, legalább 2 milliárdos fejlesztési igénye van ennek a probléma megoldásának. Ebben a szakaszban tudtuk meg, hogy a Rákóczi és a Tököli út 4-es kereszteződésébe a város egy lámpás kereszteződést tervez. Lakossági panaszra megvizsgálják még a Nagykátai út kivezetőjének 4-es kereszteződését is, miközben a könyvtár előtti forgalmas csomópont lámpás ötlete hátrébb szorult a szabadságtéri kereszteződés pályázati átépítése miatt. Hát fel van nőve a főgét a kerékpár. A következő hosszas téma a másik főutat, a vegyes körzetű Kossuth utat érintette. Simon Ferenc lakos nehezményezte, hogy a Magyar Közút közmunkásai félmunkát végeznek az utak gyomtalanításával, miközben szomszédságában újabb autómosó nyílik, melynek nem örülnek a környékbeli lakosok. Tehát nem lakóvezetbe sorolták, hanem településközponti vegyes övezetben az egész Kossuth út, úgy, ahogy van. Mivel ez a szakasz jellemző szolgáltatásairól ismert, így a vállalkozóknak is lehetőséget kell biztosítania az önkormányzatnak. Írásban nyilatkozta, hogy a ciklus végéig várhatóan, alig ha nem is várható szó, nem is volt benne, elkészül az áramszállás felett a Hattani út, a Gyöngyösi útnak a folytatásába a elkerülő út. Én a magam részéről továbbra is hiszem azt, hogy ebben a ciklus időben a munkálatok elkezdődnek. Az elkerülő út kérdésére elsőként a polgármester reagált, majd Gede József ellenzéki önkormányzati képviselő világította meg saját szemszögéből a kérdést. Hogy erre most nincs pénz, márpedig hogyha a költségvetésben nincs pénz erre, akkor nehezen elképzelhető, hogy ebben a ciklusban, még ha nagyon optimisták is vagyunk, én szeretnék ebben hinni, azt gondolom, hogy ez egy közös érdek. Alig ha tehető föl reálisan, hogy ciklus közepén vagyunk, hogy 2 év múlva át fogják ezt az utat adni. És épp a legutóbbi éppen nem arra kellett volna fordítani 100 millió forintot, hogy az országhatárt megvédjük, akkor ezekből az összegekből egészen biztos, hogy már elkezdődött volna, ott be is fejeződött volna az elkerülőnek a megépítése. Pócs János kiemelte, hogy a ma több mint 10 milliárd forintra taksált építkezés a hazai költségvetésben is komoly tétel. De a kormánypárt elsőként az égető ügyeket oldotta meg, így nem jutott eddig minden fejlesztésre.
Nálunk a szennyvíz szó szerint, amikor esik az eső, 20 centi magasan följön a pincébe. Szó esett még a visszatérő szennyvízgondokról, egy buszjárat indításáról az Electrolux melletti sportcsarnokba, a renitens közlekedőkről, akiket térfigyelő kamerák rögzítésein keresztül fülön lehet csípni egy lakossági bejelentésre, illetve a rendezvény szezonban tapasztalható nyilvános WC hiányról és forgalomzavarról, amit adhok tájékoztató táblákkal, előbb itt pedig nyitott intézményekkel ki lehetnek küszöbölni. A válaszokból kiderült, hogy a városvezetés minden kérdést rögzített, megvizsgál és igyekszik megtalálni rájuk a megoldásokat. Köszönöm mindenkinek az aktivitást, a megjelenést, jó estét kívánok! Szeptemberben folytatódott az önkormányzati bejárások sorozata. Sipos Zoltán képviselő körzetében többnyire csapadékvízelvezetési problémákkal, útburkolati hiányossággal és járdahibákat jeleztek az ott élők. A 4 millió forintos fejlesztési keretet idén az említett problémák orvoslására és buszmegálló felújítására fordították. Szeptember 21-én a 3-as számú választókörzetben járt az önkormányzati delegáció, mely Sipos Zoltán képviselőhöz tartozik. A tervezett útvonalat rögtön a bejárás elején módosították, ugyanis egy nappal előtte az éves közmeghallgatáson a lakosok jelezték, hogy a Jákóhalmi úton található buszmegálló állapota hagy némi kívánnivalót maga után. És jelezzük neki azt, hogy egy ilyen felújítást végzünk itt, és hogyha esetleg lenne lehetőség arra, még akár be is szállunk, vagy besegítünk, hogy legalább ezt a darabját, ahol az út ki, ahol a busz kitér, és leáll, hogy ezt hozzuk rendbe. A buszmegállót és a mögötte található járdaszakaszt a körforgalomtól egészen a Szatmári Kft. Üzlethelységéig felújítják, a megállóhoz tartozó leállósáv karbantartásáról pedig a Magyar Közút Nonprofit ZRT-vel egyeztetnek. Továbbhaladva a Jákóhalmi útról egy rövid kitérőt tett a delegáció a Vásártér utca irányába, ahol a kopó réteg nélküli útburkolatra érkezett panasz, majd jegyzőkönyvbe vették a Vásártér utca 16 szám alatt található lakóingatlant, mely életveszélyes állapotban van. A Vásártér utca után a Kinizsi úton haladt tovább a bejárás, ahol többen kérték a gyalogátkelőhely felfestését a temető sarkára. Megyek biciklivel, és le kell szállnom, mert az autó kivág elém. Nagyon jó hírem van, már tervezés alatt áll a gyalogos átkelőhely, nem sokára kivitelezéseket. Igen, lesz ebbe a temetőz, igen. A gyalog átkelőhely, több járdaszakasz és útburkolat is megújul az idei 4 millió forintos körzeti keretből, azonban a legnagyobb problémát csak a jövő évi keretből tudják finanszírozni. A legnagyobb probléma a 3-as körzetben, a Katona utca és környékének a vízelvezetése. Természetesen jeleztem a problémát polgármester úrnak, és azt mondta, hogy mindenképpen megoldást kell rá találni, és azon dolgozunk a VVZRT segítségével, hogy mindenképpen megoldjuk ezt a legfontosabb problémát, akár egy új tározó készítésével is. A körzet másik nagy problémájával a Sármány utcában szembesült a delegáció. Itt szintén a csapadékvíz, illetve a szennyvíz nem megfelelő elvezetése okoz mindennapos bosszúságot az itt élőknek. Ebben az utcában, amikor nagy esőzés van, nincs csapadék elvezetés. Ezt több alkalommal is kifogásoltuk, már 7-8 évvel ezelőtt is. Azóta semmilyen megoldás nem született. Szeretném látni azokat a helyeket, ahol belevegy a csapadék a szennyvízbe, és ott járjunk el ezzel a történettel. A felmerült csapadékvízelvezetési problémát jegyzőkönyvbe vették, és az önkormányzat ígérete szerint mielőbb orvosolni fogja. A rövid kitérők, a körzetet érintő kardinális problémák megvitatása és a megoldásra váró lakossági panaszok jelentősen megnövelték a bejárásra szánt időt, így a tervezett 6 óra helyett már a 7-esen időzött a nagymutató, mire a delegáció a lakossági fórum helyszínére ért. A lakosok írásba foglalták problémáikat és továbbították a képviselő felé. Most általános és helyi információk következnek a vasárnapi népszavazásról. A választópolgárok október 2-án országos népszavazáson dönthetnek a következő kérdéstől. Akarja-e, hogy az Európai Unió az országgyűlés hozzájárulása nélkül is előírhassa nem magyar állampolgárok Magyarországra történő kötelező betelepítését? Szavazni reggel 6 és este 7 óra között lehet. Aki a bejelentett lakóhelyétől eltérő helyen, de Magyarországon szeretne szavazni, ezt a lakóhelye szerinti jegyzőnél kérheti szeptember 30-án 16 óráig.
Aki külképviseleten szeretne szavazni, kérelmét szeptember 24-én 16 óráig kell benyújtania a lakóhelye szerinti jegyzőhöz. A mozgásukban korlátozottak a mozgóurnát a lakóhelyük szerinti jegyzőnél szeptember 30-án 16 óráig, a szavazatszámláló bizottságnál pedig a szavazás napján 15 óráig kérhetik. A szavazástan ne felejtse el magával vinni fényképes igazolványát és lakcímkártyáját. Éljen szavazati jogával! Készült a Nemzeti Választási Iroda megbízásából. www.választás.hu. Jászberényben nem változott semmi az elmúlt két évben, ami a választóköröket érinti. A lakossági tájékoztatók alapján a választópolgárok a számukra kijelölt választókörökben szavazhatnak Jászberényben, melyre a helyi választási bizottság apparátusa teljes mértékben felkészült. Jászberényben a megszokottak szerint fog lebonyolódni a 2016 évi országos népszavazás. A 2014-es három választáshoz hasonlóan itt is 21 szavazókörben lehet szavazni, mind a szavazóköré szavazás, mind a mozgóurnás szavazás feltételé változatlanok. Nagyon fontos, hogy átjelentkezéseket is lehet kérni, ha valaki már szavazókörbe szeretne szavazni, de erre csak pénteken 4 óráig, 16 óráig van lehetősége. Szavazni reggel 6 órától este 19 óráig lehet. A Magyar Tudományos Akadémia Erdészeti Bizottsága kihelyezett ülést tartott, melynek a Jászberényi Állat és Növénykert adott otthont. A tudományos konferencián a magánerdőgazdálkodás kihívásairól is a szakágat érintő legfontosabb kérdésekről tartottak előadásokat. Ebben az évben a Jászberényi Állat és Növénykert adott otthont az MTA Erdészeti Tudományos Bizottsága éves kihelyezett ülésének. A konferencia egy olyan pályázat része volt, mely időről időre tudományos témákat taglal, így a magánerdő kérdését is. A Jászberényi Állat és Növénykert területén található ez a természetvédelmi és környezetvédelmi oktatóbázis, ahol a Jászberényi Állatkertet támogató alapítvány ezelőtt 4,5 évvel egy pályázatot nyert. Ez a pályázat tulajdonképpen mindenféle olyan témának otthont ad, amelyek a környezet és természetvédelemhez kapcsolódnak, és hát az erdő és a magánerdő kérdésköre az éppen ezt próbálja ilyen módon tudományos szempontból is most megvilágítani. A konferenciát dr. Rédei Károly a bizottság elnöke nyitotta meg. Beszédében kiemelte, a konferencia célja közelebb hozni a természettudományt a magánerdő gazdálkodás mindennapi gyakorlatához. Azokat a igényeket és lehetőségeket, amelyeket itt a mai napon a magánerdőgazdálkodók részéről megjelent és nagyon jó felkészült előadók elmondtak, az erdészet tudomány, illetve az erdészeti kutatás területén hasznosítani tudjuk, illetve közös pályázati források megteremtésével a magánerdőgazdálkodás technológiai fejlesztését elősegítsük. Magyarországon összesen 900 ezer hektár magánerdő van. Ha ezeket a földterületeket egymás mellett helyeznénk el a térképen, közel akkora részt fednének le országunkból, mint Jász-Nagykun-Szolnok és Heves megye területe. Ennek a 900 ezer hektár erdőnek több mint 400 ezer tulajdonosa van, így többségében csak 1-2 hektárt birtokolnak, ami azt is jelenti, hogy a tulajdonosok nagy része nem az erdőgazdálkodásból él. A kevesebb része az erdőből, az erdőgazdálkodásból él. És aki az erdőből, az erdőgazdálkodásból él, az kicsit nem tud tönkre menni. És e között a korlátozott viszonyok között nagyon nehéz az erdőből megélni. A magánerdő tulajdonosok és gazdálkodók országos szövetségének elnöke szerint a gazdálkodáshoz szükséges feltételek nehéz helyzetbe hozzák a magánerdő tulajdonosokat. A mezőgazdasággal ellentétben a támogatási rendszer sem versenyképes, ezért az emberek nem fognak erdőket telepíteni. Nagyon fontos dolog volt, hogy beszéljünk az erdőtelepítésről, amit működővé kell tenni, mert ennek az országnak nagy szüksége van olyan biológiailag bonyolult területekre, így erdőkre, amik a tiszta levegőt, az élhető környezetet tudják biztosítani mind 10 millió magyar állampolgár számára. A magánerdőket érintő anyagi terhek nagysága aránytalan. Kompenzáció nélkül alig ha tud működni a rendszer. Többek között erre a problémára is kereste a gazdasági és tudományos megoldásokat a konferencia.
A bizottsági ülés helyszíni bejárással zárult, ahol a konferencián résztvevők a Kőteleki Ártéri Erdőbirtokossági Társulat magántulajdonú erdőterületét vették szemügyre. Dr. Zaher Gábor toxikológus a Jászságban több helyszínen tartott előadást múlt héten. Beszélt az országos droghelyzetről, a jelenleg legfelkapottabb szerekről is, arról, hogyan nem lesz gyermekünkből kábítószerfüggő, vagy ha már az, mit tehetünk. A döntés a te kezedben van. Dr. Zaher Gábor először középiskolásoknak tartott drogprevenciós előadást múlt héten szerdán délután a Jászberényi moziban, a Jászsági Kábítószerügyi Egyeztető Fórum szervezésében. A szervezet a Jász Önkormányzatok Szövetségén belül működik, és a tervek szerint minden jászsági települést bevon a programba. A Kábítószer Egyeztető Fórumnak is az a célja, hogy a kis településeken is jelen legyünk, hisz Jászberényben vannak nagyon jó szakemberek, nyilván, hogy be fogjuk vonni, illetve már is bevontuk a Jász településeken élő, de ilyen végzettséggel rendelkező szakembereket, és tartjuk velük a kapcsolatot, hisz korábban volt a kórháznak egy egészségmegőrző projektje, amivel már tényleg együtt tudtunk dolgozni a Jász településekkel, és most ezt követjük. Jászberény 2 millió forinttal támogatta már, egy beadott nyertes pályázat segítségével pedig további programokat szerveznek. Például csatlakoznak a települési egészségnapokhoz. Céljuk, hogy feltárják, milyen mértékben van jelen a kábítószer a Jászságban, és hogy tudják-e kezelni. A programban pedig az okot szeretnék megszüntetni, ami miatt hozzányúlnak a szerekhez, és nem a tünetet. Már úgy értem, hogy nem szülővel, milyen gáz, nem? Dr. Zaher Gábor elmondta, az Európai Uniós országok között Magyarország elég jól áll droghasználat tekintetében, de ez nem azt jelenti, hogy hátradőlhetünk és nem kell foglalkoznunk a témával. Magyarországon 20 ezer kábítószerfüggő van, 350 ezer szerhasználat van egy hétvégén, ami pedig most a legdivatosabb, az a biofű. A biofű az, ami most egy ilyen szercsoport, ugye itt a marihuána szerkezetéhez hasonló vegyületekről van szó. Önök a nevével ellentétben nem biokörülmények között készülnek, és ezek nem természetes anyagok, ezek szintetikus anyagok. És ami nagyon fontos ezekben a szerekben, hogy borzasztó olcsón hozzáférhető. Ami miatt különösen veszélyes, hogy olcsó és könnyen hozzáférhető. Egy használat után a gyermek még nem lesz függő, de foglalkoznunk kell vele, hogy mi az, ami miatt hozzányúl, mit ad neki, miért keresi. És ehhez a 45 év fölötti korosztály szülők megszólítását, informálását tartja a legfontosabbnak. Jász Apátin a Pályér Antal Művelődési Házban ki is fejtette miért. A néhány fiatal mellett leginkább szülők, pedagógusok, érdeklődő szociális szakemberek számára beszélt arról, létezik-e a természetes, szertelen boldogság, és arról, hol van a mi felelősségünk, felnőtt embereké. Pillanat soha nem fog eljönni, hogy mondjuk Magyarországon ne legyen kábítószer. Elmondta, mindig is volt, mindig is lesz kábítószer, de meg kell tanulnunk együtt élni vele, és kezelni ezt a helyzetet. Többször hangsúlyozta, a lényeg a szociális minta az értékrend átadáson van. A történet honnan ered? A szociális mintából, amit viszünk magunkkal genetikailag, és tanulunk egy csomó dolgot. Nekem is van egy 21 éves fiam, akiről szokták időnként mondani, nem pozitív hangsúllyal, ez a gyerek pont olyan, mint te vagy. Kell ezen csodálkozni? Nem. Miért? Genetikai egy részét viszi tovább, meg egy csomó olyan szociális mintámat, amit részben tanítottam neki, részben pedig tőlem leste el ezeket a dolgokat. Emellett a másik fontos dolog a kommunikáció, mégpedig az értékes, valódi kommunikáció. Hogy a gyermek a megfelelő időben tud-e nemet mondani, attól függ, hogy 15-16 éves koráig, ahogyan ő fogalmazott, mit tudunk belepakolni. Ha pedig nem tudott nemet mondani és függővé vált, akkor is van kiút. Viszont aki bekerült a függőség szobájába, az a legyetmény gázba, ezt nem tudjuk meggyógyítani. Magyarán szóval csak abstinens függővé válhat, szermentes függővé válhat, és alapvetően ezt el lehet érni, de nem úgy, hogy tessék engem meggyógyítani, hanem ez is kell az önerő. Hangsúlyozta, a függő beteg. Szükség van terápiára, pszichoterápiára és gyógyszerekre is. A drogambulanciák tudnak leghatékonyabban segíteni, de ami a legfontosabb, hogy maga a beteg változtatni akarjon. Az előadás után pszichológus, ifjúsági orvos, szociális munkások és egyéb a témában érintett szakemberek szolgáltak információkkal és tanácsokkal az érdeklődőknek. Sajnos itt a Jászságban az ellátórendszer ebből a szempontból
nem túl kiépült, tehát nincsenek olyan nappali ellátások, szenvedélybetegek nappali ellátása például nem működik, addiktológiai helyek legközelebb Szolnokon vannak. Attól függően, hogy az érintett hol tart a folyamatban, segíthetnek a családsegítő szolgálatok, pszichológus, pszichiáter, az egyházi keretek között működő rehabilitációs intézmények, illetve megyénkben kifejezetten a szenvedélybetegekkel foglalkozó szervezetek Szolnokon találhatóak. Fontos tudni, hogy ezek a szerek megváltoztatnak bennünket, mégpedig úgy, hogy abba mi már nem tudunk beleszólni. De ha a beteg elhatározza magát a változásra, akkor szakemberek tudnak hatékonyan segíteni. Évente 110-120 ezer fővel emelkedik a rákbetegek száma hazánkban. Így nem elég az unásig ismételt alapvetéseket újra elmondani. Erre valók a fórumok. A Rákbetegek Jászberényi Napforduló Szolgálata és Támasz Klubja 10. alkalommal rendezte meg a Szállj időt magadra fórumot szeptember 17-én szombaton a Honvéd Jász Kaszinó nagytermében. Ingyenes szűrővizsgálatok, egészséges ételek kóstolói és előadások színesítették a 10. Szállj időt magadra fórumot, melyre szerte a megyéből érkeztek a napforduló szolgálatok csoportjai. Közel 100 fő gyűlt össze, hogy a rendezvényen a személyes találkozás öröme mellett a rákkal vívott csatában növelje tudásbeli és lelki munícióit. Ebben a helyi napforduló szolgálat a hétköznapokban is tud segíteni. 10 éves évfordulónkat ünnepeljük már, mint a Szállj időt magadra fórum megtartásában, mert egyébként 13 éve működünk Jászberényben, mint a napforduló szolgálat és a támaszklub is. Hát azt gondolom, hogy nagyon sokat haladtunk előre a tájékoztatás szintjén, az információ adás szintjén, talán abban, hogy már nem úgy gondolunk a rákbetegségre, mint egy halálos diagnózisra. Csikós Józsefné szerint ez a szemléletváltás az első, amit a betegeknek magukévá kell tenni. A fórum elmúlt 10 esztendeje alatt az itt elhangzott előadások segítettek abban, hogy a résztvevők egészségügyi kultúrája fejlődjön. Ezzel ellentétben viszont sokan nem hajlandóak hallgatni a tanácsokra. Erre az egyik legjobb példa, hogy sajnos a magyar emberek többsége csak akkor megy el orvoshoz, ha már húzamosabb ideig fájlalja valamiét, pedig az első a megszokottaktól eltérő tünetek után már érdemes orvoshoz fordulni, sőt, még fontosabb megfogadni az utasításait, és emellett a lehető legtöbbet megtenni a gyógyulásért. A fáj az általában a daganat szempontjából már elég késő jel. Annál finomabb jelek, az a bizonyos 7 jel, a köhögés, a vérzés, a hasmenés, a növekedő csomó, a fogyás. Tehát ezek olyan tünetek, amiket értékeljünk és menjünk az orvoshoz. Amikor fáj, általában már a környezetbe hatoló daganat, ami már az idegrendszert is támadja. A napforduló szolgálatban a tabuk feloldása után a második állomás lehet a támaszklub, ahol hosszabb távon talál közösséget, tájékoztatást és mentálhigiénés törődést a beteg. Az egészséggel kapcsolatosan, meg akik betegek, itt megbeszéljük, hogy ki mit, hogy tudja magát gyógyítani, ilyenekről van szó. Én nekem úgy tűnik, hogy ezen kívül, hogy az ember előadásokat hallgat, oktatásokon vesz részt, úgy tűnik, hogy ez egy tök jó közösség, nem? Nagyon jó közösség. Elbeszélgetünk, ismerősökkel találkozunk, és nagyon jó közösség. Mikor az ember egy ilyen betegségen keresztül megy, akkor nagyon nagy szüksége van emberekre. És ez a klub egyszerűen segítséget nyújt abban, hogy felálljon a betegségből, és kilábaljon, és nagyon jó ott lenni. Másoknak is ajánlom. A fórum újra felhívta a figyelmet, hogy a Jászberényi Napforduló Szolgálat naponta áll rendelkezésére bárkinek, aki igényli. Keressék a Szövetkezet út 5 szám alatt. Vasárnap Jászkísvénen és Jász Szent Andráson is időközi önkormányzati választásokat tartanak. Előbbinél testületi tagokat és polgármestert, utóbbinál csak települési vezetőt fognak választani. Térségi rövid híreinkben többek között ezekről hallhatnak. Diákok, nyugdíjasok, hozzáértők és érdeklődők is összegyűltek, hogy ismét meghallgassák Borbás Zoltán, Jászapáti 625 évének érdekes tényekkel kiegészített történeti áttekintését. Igyekszem kitérni a fő történeti korokra, illetve az a között zajlott jelesebb eseményekre. A források felkutatásában, feldolgozásában a Városi Könyvtár dolgozói és a város helytörténeti kutatói segítették az előadást.
Az előadásból megtudtuk, hogy 1391-ben említi elsőként Jász Apátit írásos forrás, akkor körülbelül 100-200 fő lakta Apátit. A következő írásos adat két évvel később keletkezett, majd az előadó a betelepülő, akkor még zoroaszteri vallású jászokról, a kiváltságjogokon keresztül egészen a redemció sorsfordító eseményén és a 48-49-es szabadságharcon át részletesen végigkísérte városunk történetét egészen a II. Világháborúig. A tanács rendelkezik, hogy idegenek nem telepedhetnek le a városban 1800-ban. Ez pedig már a mai aktualitásokhoz csatlakozó múlt. Az egykori krónikák szerint akkor még egyszerűbb volt meghatározni, hogy kivel szeretnénk együtt élni. 200 év múlva, vagy 300 év múlva ismét krónikába foglalják az elmúlt évszázadokat, akkor mit tudunk elmondani az elmúlt 4-5-10 évről? Mi fog vajon bekerülni majd a jövő krónikáiba? Hát nehéz most megítélni, hogy majd hogyan ítélnek meg akkor bennünket. Talán nem is a legautentikusabb forrás, ha megtesszük, de azt gondolom, hogy ma is vannak olyan tapintható történelmi folyamatok, amik formálják a környezetünket. Nagyon időszerű idézni ugye a menekült válságot, és ahogy itt az előadásból is ki fog tűnni, ezzel egyébként a történelem során a jászok már találkoztak, és rendre tudták kezelni, meg is tudták oldani. Jász Apátinak is volt a 19. században egy olyan rendelete, amelyben a betelepülőket egész egyszerűen kitiltották a városból, és nem engedték be. Viszonylag könnyen tudták akkor ezt még kezelni, nemzetközi szerződések és különféle jogvédő szervezetek hiány, de megtalálták a megoldást arra, hogy hogyan tudnak boldogulni. Nagy kérdés, hogy most hogyan fogja megtalálni az ország, hogyan találjuk meg mi jászok. Erre a következő hónapokban fény derül. Az országosan meghirdetett időponttól egy héttel később, szeptember 24-én tartották meg a helyi kulturális örökség napját Jászfényszarún. Az UNESCO 2003-ban fogadta el a szellemi kulturális örökség megőrzéséről szóló egyezményt, melyhez több mint 130 ország csatlakozott. Magyarországon 10 éve rendezik meg a napot, a Fényszarújak Baráti Egyesülete pedig 5 évvel ezelőtt kapcsolódott be a mozgalomba, és rendezi meg évről évre helyi szinten a kulturális örökség napját. Ebben az évben egyrészt a Kis József helytörténeti gyűjtemény várta a látogatókat, másrészt a Városi Értéktárban, a közösségi teremben erre az alkalomra összeállított kiállítást nézhettek meg a látogatók. A kiállított dokumentumok közül a legrégebbi az 1820-as évekből való. A legrégebbi okmány, okirat itt 1826-ban található, és talán 1980-as évekig is az utolsó, és hát e között keletkezett iratok, kisebb tárgyak kerültek kiállításra. Régi oklevelek, bizonyítványok, magazinok, receptek, plakettek és egy fényszarusi színészekkel megálmodott három felvonásos színmű forgatókönyve is megtalálható a kiállított darabok között. A tárlat egészen október végéig látogatható. Banka Ferenc sajnálatos halála okán Jászszent András időközi polgármester választásra. Megállapítom, hogy a testület minősített többsége a 6 igen szavazattal mai napon feloszlatta önmagát. A testület feloszlatása miatt Jász kísér pedig a testületi tagokat és a polgármester pozícióját is érintő időközi önkormányzati választásra készül. A Nemzeti Választási Iroda honlapján túl sok információt nem találunk, csak az október 2-ai időpont, ami jelzi, hogy a két jászsági településen az imént említett okok miatt a lakosságnak ismét a szavazóurnák elé kell járulnia. A települési jegyzők tájékoztatása alapján Jászszent Andráson 7 polgármester jelölt igyekszik a település vezetői pozíciót megszerezni. A táblázat sorrendjét a szavazólap kisorsolt sorrendje alapján állítottuk össze. Jászkíséren 4 polgármester jelöltet ismerhetünk meg, akik között a kormánypárti Fidesz-KDNP, a Munkáspárt, a Jobbik támogatottjai és egy független jelöltet is találhatunk. Választás október 2-án, vasárnap. Kötetlen beszélgetése invitálta a Jászkíséréket Túróci György jobbikos polgármester jelölt szeptember 15-én, ahová országjáró körútján Vona Gábor, a Jobbik elnöke is ellátogatott. Bizalmat kérte a polgármester és képviselőjelölteknek, és aktuális témákról is kérdezhették a jelenlévők. Úgy nem lehet bizonyítani, amíg az ember nem kapja meg a bizalmat. Akkor tud bizonyítani, hogyha megkapta.
Vona Gábor a Jobbik elnöke arra kérte a JASZ kísérieket, támogassák jelöltjeiket, akiket ő maximálisan alkalmasnak tart a település vezetésére. Olyan embereknek ismeri kíséri csapatukat, akik hidakat próbálnak megépíteni, nem falakat, egységre törekszenek. Közös pontokat, kompromisszumokat keresnek. Képzettek és megfelelő lobbierővel bírnak, ahol pedig eddig a Jobbik lehetőséget kapott, eredményesen megállta a helyét. Én azt gondolom, hogy a Jobbik, ahol eddig lehetőséget kapott arra, hogy egy település életét irányítsa, ott mindenhol büszkén és tiszta lelkiismerettel végezte a munkáját. Bárhol, ahol Jobbikos településen járok a pártelnökeként, én magam is büszkén és megelégedve látom azokat az eredményeket, amit a települések vezetői elértek. Öt képviselőjelöltre lehet majd voksolni október 2-án Zong Rita, Györgyi Andrea, Papné Járvás Beáta, Korsós Ferenc és Béres Zsolt jelöltette magát. Mindannyiuk célja az, hogy segítsék Jászkísér fejlődését, és nyugodt, tiszta, összetartó településen élhessenek a helyiek. Higgyék el, nagyon sok problémáról tudok, szinte mindenről, és szinte mindegyikre van megoldásunk. Túróci György polgármester jelölt bízik abban, hogy bizalmat kapnak a jászkíséréktől, akiktől a korábbi választásokon is sok támogatást élvezhettek. Bár nem helyi lakos, Jászberényben született, ma már Jász Dózsán lakik, de Jászkísérán dolgozik tervezőmérnökként. 2009 óta tagja a Jobbiknak, 2 éve a Jászberényi Önkormányzat Városfejlesztési Bizottságának tagja, 1 éve a Jobbik megyei sajtófőnöke. Az így szerzett tapasztalatok segíthetik a település fejlesztésében, irányításában. 10 pontban fejtette ki a Jobbik helyi önkormányzati programját, ebből többet érintettek is az adhok fórumon. Egyik sarkalatos kérdés a munkahelyteremtés. A megváltozott munkaképességűek, a munkanélküli fiatalok, a nyugdíjelőtállók és a gyesső visszatérő anyukák szeretnének itt leginkább egy könnyűipari jellegű munkát. Ezt szeretném ide csábítani a településre, vállalkozás ösztönző programmal, végül is ez az alapja az egésznek. Van Jászkísérnek egy ipari parkja, az nyilván nagyobb falat, oda majd inkább pályázatokkal nagyobb, komolyabb cégek jöhetnének. Elhangzott, hogy a munkahelyteremtés mellett a helyieknek igénye lenne egy kisebb szupermarketre is a városban. Ezt is támogatná a jelölt, illetve a tömegközlekedés fejlesztését is kérték, ez is céljai között szerepel a polgármester jelöltnek. Tervem szerint én szeretnék ide a városba egy ilyen önkormányzati, ilyen helyközi buszjáratot, ami segíti főleg az iskolásokat, nyugdíjasokat. Leginkább arra volna igény, hogy iskolába eljutni, illetve Jászberénybe a kórházba eljutni, ez nagyon sokaknak problémát jelent. Túróci György úgy véli, egy új polgármester, új képviselőkkel, új erővel képes lesz a város jelenlegi megosztottságát felszámolni. Senkit nem szeretne kiemelni, elnyomni, mindenki véleménye egyformán fontos számára. Polgármesterként feladatának tekinteni olyan programok szervezését is, melyek összekovácsolnák a közösséget. Szeretne a jászkísériek érdekében dolgozni, fejlesztő, modern, környezettudatos szemlélettel. Szeptember 23-án pénteken bemutatkozott a Jászkíséri Művelődési Házban a Fidesz-KDNP polgármester és képviselő csoportja. A teltházas rendezvényen a választási ígéretek mellett kiderült, hogy a helyi kormánypárti induló közös akarata, hogy végre béke legyen a településen. Teltház fogadta Jászkíséren a Fidesz-KDNP jelölt és programbemutató fórumát, akik október 2-án megmérettetik magukat az időközi önkormányzati választáson. A fórumot az akusztikus zenei felvezetés után Szentesi Zöldi László, a Magyar Demokrata főmunkatársa vezényelte le. A rendezvény tematikáját követve az első részben bemutatkoztak a képviselőjelöltek, akik külön-külön is igyekeztek kiemelni egy-egy fontos momentumot saját céljaikból és képviselői programjukból. Az idősebb korosztálynak is legyen képviselője. Elsőként Gubiczné dr. Csetei Erzsébet Jászkísér elismert lokálpatriótája igyekezett a korábban megismert képviselői tapasztalataira támaszkodva, bölcs meglátásaival a közönséget meggyőzni arról, hogy szükség van a tapasztaltabb idősebb korosztály szószólóira. Mint kiemelte, a bentlakásos idősek otthona létesítése mellett fontos lenne az egészségügyi szakrendelések bővítése. Balogné dr. Baka Ibolya képviselőjelölt szintén a korábbi ciklusokban dolgozott a város érdekeiért, mint önkormányzati képviselő, de újra visszatérne a tettek mezeire, mert úgy látja, hogy az elmúlt években elharapódzott gyűlölködést meg kell állítani. A kiegyensúlyozott élethez azonban elengedhetetlen része a megélhetés biztosítása, a munkahelyteremtés. Bordáni Boros Krisztina szerint ez az egyik legfontosabb kérdés a településen. Tisztes munkát kell teremteni Jászkíséren a létbiztonság érdekében, melynek egyik lehetősége a szálláshely és a falusi turizmus.
A bemutatkozó csapat tagja Bolya György jelenlétének hiányában is kijelenthető, hogy a mezőgazdaság helyi fejlesztéseit szeretné támogatni a jelölt. Látom a rengeteg hátrányos helyzetű tanulót. Tóthi Barna Csilla az oktatást erősíteni helybehozott minőségi kulturális programokkal támogatva a jó tanulókat és a hátrányos helyzetűeket. Csak együtt fog menni. Bolyas György képviselőjelölt szerint pedig azonnal el kell kezdeni dolgozni, és reális célok mellett visszaállítva a hivatal létszámát, lassan egymásra figyelve kell előre haladni. Lukácsi György a polgármester jelölt szerint minden programelem vagy választási ígéret mellett ma ez a legfontosabb cél. Nyugalmas légkör a fejlődéshez, mennek záloga a topos pályázatok. Hogy ezek a pályázatok olyanok, amik nagyon hosszú távon meg tudják a település életét változtatni, befolyásolni. Tehát itt a munkahelyteremtéstől, hogyha azt mondom, hogy egy főtér rekonstrukció, vagy egy új parknak a kialakítása, tehát ez több százmillió forintról van itt szó. Én úgy gondolom, hogy ez az elsődleges, hogy ezeket a pályázatokat most meg kell nézni, hogy milyen állapotban vannak, mivel kell még kiegészíteni, és hogy nyerjünk, ezért kell lobbiznom. A polgármester jelölt ígéretei között szerepelt a Kísért-Tiszasői és a Kísért-Apátival összekötő bevezető utak felújítása, 40%-os személydíj csökkentés a 70 év feletti lakosoknak, tablet az elballagó diákoknak, ösztöndíjjal, támogatásokkal, illetve valós családbarát munkahelyek és egy trendibb jászkíséri városi arculat kialakítása kormányzati segítséggel. Én arra törekszem, hogy ezt értessem meg minden jászkísérivel, hogy nyugalomra van szükség. Nem egymás ellen, hanem egymásért kell küzdeni, és akkor lesz belőlünk valami, akkor fog jászkísér úgy fejlődni, mint a jászság. Választás október 2-án vasárnap reggel 6 órától este 7 óráig a kijelölt jászkíséri szavazókörökben. Több mint 111 millió forintos konszolidációs támogatást kapott Jász-Jákó Alma önkormányzata, melyből a kritikus városi utakat újították meg, lássuk az átadóról készített rövid összefoglalót. Jász-Jákóhalmán a Hálmánkat úton egy mini ünnepség keretein belül Terjéki Tünde polgármester köszöntette a megjelent vendégeket és a település lakóit. Beszédében nem csak az általa vezetett munkatársak munkáját emelte ki, hanem az előző, a Lukácsi Pál által vezetett testületét is. Az előző önkormányzat is nagyon gazdaságosan működött, és ezért tudta beadni az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására a két pályázatot. Az el nem adósodott önkormányzatok olyan infrastruktúra fejlesztésre használták fel a támogatást, amit nem lehetett más pályázatokból finanszírozni. Ezt a lehetőséget Jász-Jákóhalmán is jól mérték fel. Jász-Jákóhalmán azt mondhatjuk, hogy az önkormányzat, a polgármester asszony jól mérte fel a település igényeit, és igyekezett megvalósítani azokat a beruházásokat, amely a község lakóinak a itt élhetőségét, a település fejlődését biztosítja. Ez a pályázat és ez az útépítési program is ezt bizonyítja. A jászságban 5 település nem részesült adósság konszolidációban. Így az ő részükre a kormányzat 3,7 milliárd forintot biztosított pályázatok útján különböző fejlesztésekre. A térség országgyűlési képviselője kiemelte, hogy Jász-Jákóhalmán az eddigi önkormányzatok racionális gazdálkodása tette lehetővé a több mint 110 millió forint elnyerését. Engedjék meg, hogy ehelyről is, magam részéről is tisztelettel köszönjem meg Lukácsi Pál polgármester úrnak és az akkori testületnek azt a szemléletet, azt a felelős gazdálkodást, hogy 3 cikluson át tudott Jász-Jákóhalma úgy fejlődni, a lakosság igényét ki tudták 3 cikluson át úgy szolgálni, hogy nem vettek fel hiteleket, nem adósodott el a település. Ez az 5 utca a 110 millió forintos pályázat ennek a szemléletnek köszönhető. Az átadott út Ivancsó István plébános atya által fel is lett szentelve. Majd ünnepélyes keretek közt a szalagátvágása következett a Hálmánkató úton. Természetesen az utca lakosai is nagyon örültek az új aszfaltos útnak. Nagyon vártunk, mivel hogy naponta legalább 18-20 kamion elhalad az utcába, és ha egy kis eső esett, akkor bizony gondot okozott az autóval kiállni. Jász-Jákóhalma önkormányzata további pályázatok benyújtásával kívánja korszerűsíteni az általuk működtetett intézményeket is. A helyes gazdálkodásunknak köszönhetően idén is beadásra került már az adósságkonszolidációban nem részesült települések támogatására két pályázat, melyből óvodáknak épületei, illetve könyvtár fog megújulni.
Mint azt a belügyminisztérium államtitkára elmondta, az idei pályázatokat már látták, amelyek megfelelnek a kiírási szabályoknak. Folyamatban van a második szakasza ennek a pályázatnak, és ez a település is második szakaszban is meg fogja kapni a pénzét. A pályázatot már láttuk, megfelelő a pályázat, tehát rövidesen megindulhatnak az újabb fejlesztések is. Az átadott aszfaltos utat elsőként a Jászberényi Véganó Alapfokú Művészeti Iskola táncosai avatták fel. A táncosok mellett minden bizonnyal a járművezetők is elégedettek lesznek az új útalappal. Utazás jászősei motívum világába, Oswald Nándor ötvös művész új időszaki kiállítását nyitották meg múlt csütörtökön a Jász Múzeumban. Szakrális helytörténeti kutatások témakörben rendezett konferenciát a Kész Jászberényi szervezete múlt szombaton a Jászberényi Városi Könyvtárban. Utazás jászősei motívum világába. Ezzel a címmel nyílt meg Oswald Nándor ötvös művész új időszaki kiállítása, amelynek a Jász Múzeum ad otthont. A tárlat a jász hagyományok egy újabb szeletét, a jászok őseinek ókori ötvös művészetét mutatja be. Oswald Nándor, Jászberény méltán híres ötvös művésze, egy újabb szenzációs kiállításon mutatta be legújabb alkotásait. Az eddigi megszokott, különleges Oswald modellek helyett idén a jász hagyományok egy újabb szeletét, a jászok őseinek ókori ötvös művészetét mutatta be. Kiállítás megnyitóján Zsirmik István három ritka ázsiai hangszerrel idézte meg a távoli ókor zenei kultúráját, majd Solc Róbert régész méltatta a tárlatot. Kezdődik a kiállítás magával Nándornak a művészetével, a technikájával, bemutatja, hogy hogyan készülnek ezek a műremekek. Utána a kiállításnak ez a nagy előnye, hogy kapunk egy nagy térképet is, amin megtalálhatjuk ezeket a lelőhelyeket, amiről a különböző műtárgyaknak a másolatai készültek. Ez egy nagy Eurázsia térkép, amin Magyarországtól tényleg Kína határáig be vannak mutatva a főbb lelőhelyek. Az alkotó elmondása szerint, amikor évekkel ezelőtt Jászberényt választotta a családjával új otthonának, az első perctől lenyűgözte, hogy a helyiek milyen magas szinten őrzik hagyományaikat és büszkék a jász identitásra. Ehhez szeretett volna hozzájárulni a saját eszközeivel úgy, hogy ennek a hagyománynak egy új szeletét mutassa be. Amikor ide költöttem 2002-ben Jászberénybe, akkor itt tapasztaltam, hogy a jászok mennyire komolyan őrzik a hagyományaikat, mennyire büszkék identitásukra, és ehhez szerettem volna én is valahogy a saját eszközeimmel hozzájárulni, úgyhogy a szkítáknak, szarmatáknak, a jászok őseinek tartott népcsoportnak próbáltam meg a motívum világát eleveníteni. Erről szól a kiállítás, a címében is ez olvasható majd. És hát 2010-ben indult ez a projekt, amit itt láttok, és nyakéktől kezdve különböző motivumokat, koronát és tükröt, tehát minden, ami a szkítákra jellemző motivumokkal volt ellátva, ezeket próbáltam meg visszaadni a közönségnek. A kiállítást szemlélve a Krisztus előtti évszázadok tárulkoznak fel előttünk. A szemlélője Oswald Nándor által bepillantást nyerhet a régi korok világába, és a messzi jász őseink motívumvilága jelenik meg a szemünk előtt. Az az egészben az érdekes, hogy, és ezt akarjuk a kiállításon keresztül is bemutatni, hogy mi Európában nagyon ismerjük, hogy van egy görög, egy római kultúra, erre nagyon büszkék vagyunk, de nagyon keveset tudunk, hogy létezett az Uraltól kerekte egy olyan komoly tradíciókkal és komoly kultúrával rendelkező népcsoport. Ezek a alánok, jászok, oszétok, tehát a jász őseinknek a
őseinkről beszélünk, akik betegszenek ezzel a kultúrával, a görög-római kultúrával, és olyan komoly ötvös és mindenféle tárgyi bizonyítékok tudják ezt már bizonyítani, hogy, és ezt szerettük volna mindenképpen megjeleníteni, hogy lássák, hogy ezek a népcsoportok egymásra is hatással voltak, és külön-külön is léteztek. A kiállítás elénk tárja azt az egyre elterjedtebbé vált nézetet is, hogy a nagykori kultúrák az egyiptomi, görög, római mellett a Kínától a Kárpát-medencéig nyúló eurázsiai sztyeppét uraló szkíta szarmata népek sok tekintetben más, de magas szintű művészettel, kultúrával rendelkeztek. A kurángokban talált több ezer aranytárgy is bizonyítja, hogy alkotóik az ókori világ legmagasabb szintű ötvös mesterei voltak. Oswald Nándor legújabb időszaki kiállítása 2017. március 17-ig látogatható a Jász Múzeumban. Közeleg az őszi művészeti hetek programsorozata, és egy-egy különleges, titkos szemszögből mutatja be Jász Berényt Klacsán Gábor kedden délután nyitott fotókiállítása. Kulturális rövid híreink jönnek. Azt gondolom, hogy érdekes és izgalmas zenei koncertnek lehetünk majd tanúja. Ugyanis jövő héten pénteken ismét Jász Berényben lesz Lajkó Félix, Liszt Ferenc díjas magyar világzenei hegedűművész és zeneszerző, aki virtuóz módon kezeli a hegedűt, emellett kiválóan játszik zongorán és citerán is. Jász Berényben vonós triójával lép színpadra, és a közkedvelt szerzeményei mellett új kompozíciókkal is megörvendezteti a közönséget. És a hónap végén Jász Berényben koncertezik Váradi László is, aki sok szállal kötődik a jászsághoz. Mindez csak egy kis ízelítő az október 2-án kezdődő őszi művészeti hetek programjaiból. A hagyományokhoz hűen több helyszínen zajlik majd. A könyvtár nyitja az őszi programokat. A könyvtári héttel kezdjük az őszi művészeti heteket. Az első rendezvényünk az már október 4-én kedden 10 órakor kezdődik. Ez elsősorban gyerekeknek, de minden érdeklődőnek, Andrássyné Filkus Éva programvezetésével, hogyan legyünk zöldek, kérdésre keressük a választ. Még aznap 17 órától író-olvasó találkozó lesz Lackfi Jánossal. A könyvtárat helyett az egyik gyermekeknek szánt kiállításnak is. Hétfőn Csukás István kedvelt mesefigurái kelnek életre. Egy érdekes és nagyon látványos kiállítása kerül sor a Városi Könyvtár kamaratermében. Hétfőn 11 órakor nyitjuk, életre kelt mesehősök címmel. A gyerekek találkozhatnak például Süsivel a sárkánnyal, vagy éppen Pompommal, de lesz idén is kreatív kézműves családi játszóház október 9-én, és nem marad el a vasárnapi matiné előadás sem. A Nektár Színház a Rigó Csőr királyfit mutatja be a Lehel Film Színházban. A színház ajánl egy bérleten kívüli előadást is. Márcsai Pál elhozza Jász Berénybe az Azt meséld el Pista, Örkény István életéről szóló előadását 3 évi egyeztetés után. Azzal adom el magam, ami nincs bennem. Onnan, ahol te ülsz, na onnan pont... Emellett ismét lesz Lempoetriást is, Pian Istvánnal és Bárány Bencével. Október 5-éig lehet jelentkezni az érdeklődőknek. Az október 14-i egészségnapon pedig a szokásos szűrések mellett találkozhatunk Katus Attillával, sportaerobik edzővel, aki elmondja, hogyan lett világbajnokból életmódszakértő. És mindez csak ízelítő az idei színes kínálatból. Részletes programok elérhetőek a műsorfizetben, a Jász Kerület Nonprofit Kft. Honlapján, a plakátokon és a Facebookon is. Titkos Jász Berény címmel nyílt fotókiállítás a héten a Dériné Rendezvényház földszinti folyosóján. Az egyedi tárlat Klacsán Gábor fotográfiáit tartalmazza, aki elszármazott Jászként szülővárosa értékeit igyekezett megörökíteni különböző perspektívákból. A kiállítás megnyitón Hortiné dr. Bató Edit, a Jász Múzeum igazgatója köszöntötte a vendégeket, felhívva a figyelmet városunk értékeire. Rohanó
tanuló világunkban elfutunk egy-egy szép épület előtt, megnézzük, lehet, ami a szemmagasságban elébünk tárul, de talán már fölfelé nem nézünk, vagy oldalt sem nézünk, vagy lefelé sem nézünk, és természetessé válik az a látvány, amit nap mint nap látunk. A fotós megörökített közismert helyszíneket, műemlékeket, de találni olyan millióket is a képekben, melyeket csak nagyon kevés ember lát. Ilyen a Nagy Boldogasszony főtemplom, melyet a fundamentumtól egészen a koronáig végig követhetünk szemünkkel. Nagyon örvendetes és nagyon lelketmelegítő volt az, hogy mennyi értékünk van Jászberényben. Ez a kiállítás nem csak az épületek, a kövek, a szobrok intim pillanatairól, hanem az itt lakók intim pillanatairól, sőt, szakrális intim pillanatairól is szólnak. Úgy gondolom, hogy nagyon-nagyon sok érték van Jászberényben. Kicsit ezekre akartam rávilágítani, vagy ezeket akartam megmutatni. A fotográfus elmondása szerint munkája alatt mindig egy-egy adott pillanatra koncentrál, és ezeknek a pillanatoknak az intimitását próbálta megragadni. Az itt élők arca, gondolatisága jelenik meg a lakóhelyükben, és ezek az értékek, ezek az érzések, és ezek a finom intim pillanatok láthatóak mind a szobrok arcán, mind az itt élők pillanataiban, mind a család arcán, akik egy vízfröccsenéstől a strandon húzódnak félre, de abban a szakrális intimitásban is, ami egy keresztelő, adott esetben egy peresi keresztelő sajátja. Lacsán Gábor egyedi kiállítása október 31-ig tekinthető meg Jászberényben, a Dériné rendezvényház földszinti folyosóján. Szakrális helytörténeti kutatások témakörben rendezett konferenciát a keresztény értelmiségiek Jászberényi csoportja múlt szombaton a Jászberényi Városi Könyvtárban. A rendezvényen a helytörténeti kutatók módszertani előadásokon ismerhették meg a kutatói munka rejtelmeit és fogásait az idei Árszakra Fesztivál programjain belül. Szent Koronás templommal büszkélkedő Ipoly Balogi Bukréta hagyományőrzők békedala itt debütált a Szakrális Kutatások tárgykönyvben rendezett konferencián, melyen a Varga Kamil Ferences rendi szerzetes vezette közös ima után Vargáni Deme Katalina, keresztény értelmiségiek Jászberényi szervezetének elnöke, majd dr. Dobos László, a Jászok Egyesületének ügyvivője köszöntötte a résztvevőket. Vannak olyanok közöttünk, akik egész életüket múltunk kutatásának szentelik. Itt, városunkban, a távoli környezetünkben is élnek ilyen neves személyiségek. A mai napon hallhatjuk, majd egyebek között az ő tapasztalataikat is. A helyi keresztény értelmiségiek szövetségének elnökeként elmondhatom, hogy a Jászberényi csoport is igyekszik a történelmünket ápolni az utókornak továbbadni. Adja a jó Isten, hogy éppen az ilyen típusú konferenciák és egyeztetések alapján újabb kutatási eredmények szülessenek, és ennek mentén újabb Jászságért díjasok adassanak át, akár az ebben a körben ülők számára is. A délelőtti program főként módszertani ismereteket adott át a helytörténet jászsági képviselőinek. A saját egyház községét ilyen-olyan-amolyan témában kutassa, hogy melyekben, hát erről fog szólni ez az előadás. Elsőként a Jászságért díjas professzor dr. Barna Gábor egyetemi tanár beszélt előadásában arról, hogy mennyire jelentős a helyi gyűjtések szerepe a múlt megőrzéséért folyó végeláthatatlan munkában. Az amatőr kutatók számára könnyen elérhető, könnyen megfogható témákat szeretnék ajánlani. Ezekhez a témákhoz szeretnék javasolni egyfajta módszertant, módszertani segédkönyveket is, hiszen itt egy előadás alatt nem lehet megtanulni ennek a kutatásnak a csinyát, binyát. Másrészt pedig olyan ritkábban kutatott témákra szeretném felhívni a figyelmet, amelyek eddig még a hivatásos kutatók, történészek figyelmét, vagy néprajzkutatók figyelmét is elkerülték.
A járságban a helytörténeti kutatások, vagy szükebb értelemben az egyházközösségek történetének és vallásgyakorlásának kutatása nagyon eredményesen működött az elmúlt évtizedekben. Ezért a közel és távoli múlt vizsgálata mellett a jelenben is érdemes dokumentálni a most működő egyházi szervezetek tevékenységét, mely kormintát ad majd az utókor számára. Szeretném felhívni azokra a forrásokra a figyelmet, amelyekből ki lehet indulni, sőt, amelyeket fel lehet dolgozni. A professzor kiemelt előadásában, hogy sok-sok olyan lehetőségről feledkezünk el, melyek nem a megszokott klasszikus forrásokból érkeznek. Ilyenek a kis gyónócédulák vagy az egyházi hirdetések. Egyre utalok csak a templomi életből, az úgynevezett hirdetésekre. Minden szentmisén a pap kihirdeti a következő heti miserendet, kik mondatnak, kikért, milyen szándékra. De kihirdeti azt is, hogy kérjük a hívek segítségét, mert a temetőkápolnát újra kell festeni, kérjük a templom díszítő asszonyokat, hogy gyülekezzenek, mert nagy ünnep lesz, oltárt kell díszíteni. De kihirdeti azt is, hogy leégett X település temploma, most éppen Székelyföld egyik temploma számára gyűjtünk a katolikus egyház keretén belül, és adakozzunk. Azaz sok-sok minden olyan hír elhangzik ott, ami részévé válik a mi egyházközségünk, adott egyházközségünk életének, de ez a hivatalos forrásokban sehol másutt nem jelenik meg. Ebből nem keletkezik egy hivatalos irat. Ezért például nagyon-nagyon fontos volna, hogy ezeket a hirdető naplókat félretegyék a papok, a plébánosok, azért, hogy a későbbi kutatók számára a mindennapi életnek egyfajta forrása legyen. Akik viszont a levéltárak illatára és hangulatára vágynak, a Ferences Rendtartomány központi könyvtár és irattárában még mindig akadnak jársági források a helyi rendház történetéről. A Ferences Rendtartomány központi könyvtára Budán a Margit körúti rendházban található. Kutatás előtt mindig érdemes felkeresni a honlapját a rendtartománynak, és ott letölteni a kutatási kérelmet, hiszen a tartományfőnök engedélye szükséges hozzá. Nyilván a helybelieket a legjobban a Jászberényi Rendháznak a története érdekli. Dreska Gábor és Fáj Zoltán is szívesen fogadja az odaérkező kutatókat, mintegy 2-3 doboznyi iratanyag található a Jászberényi Rendház történetéből, ami megmaradt az évek folyamán, az elmúlt évek folyamán. Boldogságos asszonyunk, Szűz Mária, hozzád száll esdő szavunk, Szűz Mária. A szakmai konferencia üdítő eleme volt az Ipoly Balogi Bukréta hagyományőrzők műsora. Az én csoportom a Bukréta Folklór csoport, akik célul tűzték ki, hogy a régi hagyományokat nem hagyjuk veszendőben, hanem műsorunkra tűzzük. Repertoárunk ezek a népdalok, a palóc népdalok, palóc hagyományok. A máig megőrzött palóc hagyományok, melyek szintén az alapos és felkészült helytörténeti kutatásoknak köszönhetőek. Mert a haza lelked része, határaid beléd véste, ezer éve, aki. Október 8-án szombaton rendezik immár 8. alkalommal a Lehel vezér tékvandó kupát, ami egyben a második Eperjesi Nándor emlékversenynek is tekinthető. A következő pár percben kiderül, hogy mire számíthatnak azok a sportkedvelők, akik kilátogatnak a Jászberényi versenyre. A Jászberényi Sportegyesület Kondor tékvandó szakosztálya október 2. szombatján immár 8. alkalommal rendezi a Nemzetközi Tékvandó kupáját, mely egyben a második Eperjesi Nándor emlékverseny is lesz. Sós László, harmadik danos mester, mint a sportrendezvény főszervezője, idén is több mint 250 versenyző nevezésére számít, legalább 10 országból. A verseny népszerűségét jelzi, hogy a tavaly bevezetett két új versenyszámot, az erőtörést és a speciál technikai törést a nagy sikerre való tekintettel most is megrendezik. Továbbá idén már 4 páston folynak a formagyakorlat és a küzdelem versenyszámok. A Jászberényi rendezvény tehát
a legrangosabb közép-európai tékvandó versenyek közé sorolható. A Nemzetközi Kupának a Bercsényi úti játékcsarnok ad otthont, ahová belépés idén is ingyenes lesz. A hagyomány szerint Szent Mihály napjával kezdődik meg az úgynevezett kisfarsang ideje, mely a lakodalmak őszi időszaka Katalin napjáig tart. A Jászberényi Központi Óvoda rendezett múlt hétvégén egy Szent Mihály napi rendezvényt, most erről láthatnak egy tudósítást. A néphit szerint Szent Mihály napja a gazdasági év fordulója. Ezután kezdték a kukoricát törni. Viszont úgy tűnik vannak, akik a szüreten is túl vannak már. Igaz ugyan, hogy az óvodában még nem az újbor volt iható, hanem a must, amit ott a helyszínen préseltek. Nagy örömmel tölt el bennünket, hogy ilyen szép számmal megtisztelik a rendezvényünket. Az első év még egy kicsit döcögősebben ment, de most már, hogy negyedik éve tartjuk ezt a rendezvényt, látható, hogy tényleg örömmel is sokan jönnek. Szülők, nagyszülők, idegen városból is vannak érdeklődők. Az érdeklődők szinte betöltötték az óvoda egész udvarát. A gyerkőcök bőven találtak programot, és láthatóan jól érezték magukat. Igazából most a textil darabokat használjuk fel, a hulladékot, és ebből készítünk képeket, különböző őszi mintájú nyomtatásokra lehet a darabokat felragazgatni nálam. Nagyon jó volt. Majd tetszik hallani a hangját, amikor ott jár. Ez a... Kedveskedünk még kis szalonnafalatkákkal, kolbászfalatkákkal is a gyerekeknek és a kedves szülőknek. Ezen kívül van arra lehetőség, hogy itt a kézműveskedjenek, játszanak, ugráróvár rendelkezésre áll. És ebben az évben először megtiszteltek bennünket a kosaras fiúk és a röplabdás lányok is, és bekapcsolódtak a programjainkba. A sok program miatt az ovisok kissé nehezen csatlakoztak a kosárlabdásokhoz. Cseh Tamáshoz, Nyíri Dánielhez és Szigeti Bencéhez. De aztán egyre többen keresték fel őket, és nagy kedvel céloztak a számukra felállított kis palánkokra több-kevesebb sikerrel. Városunk NB1-es röplabda csapatának néhány tagja is eleget tett a meghívásnak. Ivana Gardovics és két játékos társa a gyöngyfűzők asztalánál telepedett le. Az óvis kislányok egyáltalán nem voltak megilletődve a röplabdás hölgyektől. Közben az odaérkező kosarasok megpróbálták Nyíri Dani szakállát is gyöngyökkel ékesíteni, ami nem igazán sikerült. De kollégája Bence azért talált egy megoldást. A gyerekek és szülők tehát láthatóan nagyon jól szórakoztak. Bizonyára legközelebb is ellátogatnak, hiszen október 8-án nagyszabású családi sportnapot szerveznek az óvodában. Az egészséges életmód jegyében a sportnak szenteljük ezt a délelőttet, amikor szintén szeretettel várjuk majd a röplabdás és a kosaras fiúkat, lányokat. Lakossági közmeghallgatást tartott Jászberényváros önkormányzata Diléné rendezvényházban. Körzetbejárás, Sipos Zoltán körzetében járt az önkormányzati delegáció. Időközi önkormányzati választások előtt a Jászság Jász kíséri Szent András is települési vezetőt választ. Utazás Jász őseink motívum világába, Oswald Nándor ötös művész új időszaki kiállítása a Jász Múzeumban. Eddig a Berényi Hírmondó ezen a héten, köszönöm megtisztelő figyelmüket, híreinket, információinkat megtalálják a Jász Trió Televízió weboldalán, a jttv.hu-n. Friss híreinkért, képgalériáinkért és videóinkért pedig keressék Facebook oldalunkat. A jövő héten friss hírekkel jövünk, addig is minden jót, viszontlátásra!